Tóai utcai tűzeset körülményeiről kérdeztük Kácsor Pétert, a Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjét. A szombati Tóai utca végén keletkezett tűzről kérdezzük Kácsor Pétert, a Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjét. Köszöntelek, kicsit foglaljuk össze, mi is történt szombaton. Köszöntöm én is a Kistelekvárosi Televízió nézőit. Hát egy szokásos szabadtéri tűzesetnek indult. Mondom azért, hogy szokásos, mert sajnos mostanában elég sok van. És legtöbbször ugye nincsen meg, hogy mi okozta, ki okozta. Én azt gondolom, hogy itt sem ez a legfontosabb, meg az érdekes. Még akkor sem, hogyha történetesen ezt valójában egy traktor fűkaszálya okozta. Ez előfordul. Mert betakarításkor, aratáskor, mezőgazdasági munkák végzésekor ez sajnos benne van a pakliban. Csak aztán onnantól nem lett szokásos a dolog a tűz terjedésénél, hogy a szélirány fordulásával a tűz elindult a Tóai utcai házak kertvége felé, és onnantól volt tűzoltó szempontból nehezebb, problémásabb, a lakosság szempontjából pedig kifejezetten félelemkeltő és nyugtalanságot okozó a tűz terjedése és a tűz alakulása. De aztán a viszonylag nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltóknak, többek között az én önkéntes kollégáimnak is jó pár órás küzdelem után sikerült a tüzet eloltani, majd késő este már sötétedésre az utómunkálatokat is befejezni. Kijelentettem nyugodtan, hogy az elmúlt jó néhány év legkomolyabb tűzesete volt ez Kisteleken. Abból a szempontból, hogy itt tényleg lakóházakat és a lakosság, lakók vagyontárgyait, értékeit veszélyeztette a tűz. Ez most nem egy pusztában induló, aztán ott megálló, és esetleg csak a természetet, növényzetet, fákat felszámoló, vagy károsító tűz volt, hanem itt bizony jó néhány építmény, illetve használati tárgyak, vagyontárgyak is, szalmabálák, fúlia sátrak megsemmisültek a tűzben. Természetesen akinek ilyen kára keletkezett, annak ez probléma. Összességében a tűz alakulása, a leégett terület nagysága és a közeli ingatlanok miatt én azt mondom, hogy alapvetően jól megúsztuk, megúszta az itteni lakosság ezt a tűzesetet. Sok tűzoltó dolgozott itt. A hivatásos tűzoltókra mondhatjuk, hogy ez a dolguk, de természetesen nekik is köszönjük. Köszönhetem én ezt, azt gondolom, Kisterek lakossága nevében is, de én külön inkább az önkéntes tűzoltó kollégáknak szeretném megköszönni, akik sokan a szombati ebédtől, vagy éppen a pihenőjükből álltak föl, és indultak el, és nem csak Kisterekről, hanem Csengeléről, Balástjáról, két egyesület tagja is jöttek két gépjárművel, és még Sándorfalváról is érkeztek önkéntes tűzoltók. Nekik külön megköszönöm az itt végzett munkát, amit Kisterek lakosságának a védelmi érdekében végeztek. A lakóházban élők is próbáltak, amiben tudtak segíteni, egy jó összefogásnak is mondható ez. Így van. Azzal együtt, hogy voltak másféle hangok is, erre majd mindjárt egy picit visszatérek, de először nézzük a pozitív oldalát, tehát az itt lakók egyenként álltak a tűzoltók mellé, illetve a saját ingatlanuk védelme érdekében ugrottak, és ki, mivel ereje, illetve eszközeinek a függvényében kertislaggal, lapáttal, kézzel, vagy éppen frissítő, vagy éppen étel, kávé felajánlásával segített a mentésben résztvevőknek. Ez ilyenkor nagyon fontos. Hasznos információk átadása is nagyon fontos. Mit, hogy lehet megközelíteni, hol mi van, és akkor mondhatnám még azokat a lakókat, kistelki polgárokat, akiknek semmi közük a Tóai utcához, de egyébként visszaállító traktorral, például Varga Zoli, vagy azok az ötés kollégáim, akik tűzoltásban nem vettek részt, de például erőgéppel jöttek tárcsázni, vagy éppen ők is külön még traktor utánakasztató tartályos szerelvénnyel érkeztek, és oltóvizet hoztak, a gémes testvérekre gondolok. Ja, őket külön-külön nem is tudnám felsorolni, mert annyian voltak. Ami a legfontosabb, hogy tényleg
tényleg magukinak érezték ezt a problémát, és próbáltak segíteni. Úgy gondolom, hogy nekik is jól esne fordított helyzetbe, és biztos jól is fog esni, hogyha történetesen náluk történik valami hasonló probléma. A másik oldala a dolognak, ami előkerült a közösségi oldalon, jó néhány hozzászólás és sérelem formájában, az az úgynevezett katasztrófa turisták jelenléte. Egyet is értek azokkal, akik ezt problémának érezték, emiatt dühösek, felháborodottak voltak. Teljesen megértem őket, főleg úgy, hogy itt azért a Tóai utca talán Kistelek legszűkebb utcája, de ha nem is a legszűkebb, mindenképpen egy keskeny szűk utca. Személyautóval is problémás a szembeforgalom, két gépjármű esetén, hát még tűzoltó autók esetében. Épp most jelent meg a Kistelek járáson is egy cikk ezzel a tűzesettel kapcsolatban, ott is elmondtam, hogy azért én óvaítnak mindenkit attól, hogy a jövőben hasonló magatartást folytasson, mert ez tulajdonképpen a mentési munkálatok akadályozása. És ebből azért komoly jogkövetkezmény is születhet. Szerintem az senkinek nem jó, hogy egy közösségi oldal feltöltendő fotó erejéig eljön bámészkodni, aztán a végén majd indul ellen egy büntető eljárás. Már csak ezért sem tegyék. De nem is a büntető eljárás itt a lényeg, hanem az, hogy ténylegesen akadályozzák az itt dolgozók munkáját. Ezúton is megkérek mindenkit, ha nem tud segíteni, mert egészségi állapota, ereje, lehetőségei nem olyanok, akkor ne jöjjön ide ilyen helyzethez. És nem csak tűzesethez, balesethez, vagy egyéb más olyan káresethez, ahol mentésben résztvevők dolgoznak, ne akadályozzuk a munkájukat. Nem hiszem azt, hogy olyan fontos egy videót készíteni arról, hogy dolgoznak a tűzoltók. Bár tudom, hogy vannak olyanok, akik mindezt pénzért csinálják, és különböző médiák elküldik. Nem szoktam örülni az ilyennek, magam is elküldtem már hasonló káreseteknél embereket a közelből, és az is egy szerencsétlen dolog, hogy mondjuk emiatt kell rendőrt hívni, vagy éppen polgárőrt. A Bajai úti tűzesetnél is ez történt, hogy annyian akadályozták a tűzoltók mozgását, hogy több településről kellett polgárőröket riasztani, meg se tudtam őket számolni, hányan voltak a helyszínen, kifejezetten azzal a céllal, hogy elküldjék a bámészkodókat és hagyják szabadon mozogni, vagy megteremtsék a lehetőséget a szabadon mozogni azoknak, akik a tűzoltásért vagy a mentésért mentek oda és dolgoztak. Sajnos ugye itt Kisteleken is hasonló volt tapasztalatú, tehát még egyszer kérek szépen mindenkit, hogy figyeljenek erre oda jobban. Főleg ilyen helyen, ahol tényleg szűk utca van, ha nem tudnak segíteni, akkor ne jöjjenek ide, vagy inkább jöjjenek, de akkor meg hozzanak egy zsugorásványvizet, vagy pálcikás jégkrémet, mint ahogy Falusi Laci barátom is tette. A Kisteleki Kígyógyógyszertár második helyezést ért el a Gazdálkodj Okosan versenyen. Dr. Erős Evelint kérdeztük a részletekről. A Gazdálkodj Okosan versenysorozatban második helyezést ért el a Kisteleki Kígyógyógyszertár. Erről kérdezzük dr. Erős Evelint gyógyszerész. Köszöntelek! Mit is tudhatunk erről a versenyről, hogyan is jött a lehetőség, hogy részt vegyetek rajta? Ez a Gazdálkodj Okosan nevű kihívás sorozat 2020-ban indult útnak. Ezt a Hungaropharma gyógyszer nagykereskedelmi vállalat indította el. Ennek az volt az elsődleges célja, hogy elősegítse a gyógyszertáraknak a környezetbarát működését, illetve magukat a gyógyszertári dolgozókat is arra ösztönözzék, hogy saját életüket is zöldebb alapelvek, illetve értékek szerint éljék, és ezzel próbáljunk példát mutatni a helyi közösségek számára is. Ez egy fél éves verseny volt, ilyen több fordulóból állt a feladat volt, milyen feladatok is voltak, és mennyire voltak így a kistelkiek vevők erre például? Nagyon változatos kihívások elé állítottak minket a szervezők. Volt olyan hónap, amikor a jövő generációi álltak a középpontban, azzal a céllal, hogy velük is tudassuk, hogy mit is jelent maga a környezettudatosság, ők maguk családtagjaik mit tudnak ennek érdekében tenni. Aztán olyan hónap is volt, amikor a hulladékcsökkentés volt a fő cél. Ugye ezzel kapcsolatban szerveztük mi itt novemberben a jótékonysági bőrzénket, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert aratott. A decemberi hónap pedig a zöld karácsony jegyében telt itt nálunk.
Itt elsősorban az ételhulladék csökkentése volt a fő cél, illetve az ételmaradékoknak az újrafelhasználása, és hát természetesen a csomagolóanyag használat visszaszorítása. Voltak emellett olyan hónapok, amikor maga az energiahasználat átértékelése volt a cél, ugye a gyógyszertárnak a fogyasztási csökkentése, illetve márciusban pedig a vízvédelme került a középpontba. Miért is tartotta fontosnak, mi volt a célja a gyógyszertárnak ezzel, hogy részt vettetek ebben? Nyilván volt egy ilyen közösségépítő hatása is ennek a programnak. Azt gondolom, hogy mi dolgozók is még közelebb kerültünk egymáshoz, illetve azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél érdekében jött létre ez a kihívás sorozat, és nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy a helyi lakosságot is mennyire meg tudtuk szólítani, és milyen sok ember végül is részt vett ezekben a programokban. Az úszói sporttábor részleteiről kérdeztük a szervezőt, Jánosi Adélt és a résztvevő gyerekeket. Úszói sporttábort tartanak itt Kistelken, Jánosi Adélt szervezőt kérdezzük erről. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a táborról, mennyi gyerek vett részt rajta, és mit csináltatok ezen a héten? Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ezt a tábort már évek óta minden nyáron meg szoktam rendezni. Az úszás a fő profilja, úszásoktatás, az úszni tudó gyerekeknek pedig az úszás technikának a javítása, és ezen felül még rengeteg más színes programunk van, sportos foglalkozásaink vannak, és általában ez egy hétig tart, reggel 8-tól 4-ig, ilyen napközis jellegű, és korosztályonként szoktam tartani, ez most éppen itt az alsós gyerekeknek a tábora, és 5 vagy 6 úszásoktatás van itt a héten. Ezen kívül pedig 3 külsős programunk van. Elmegyünk egy lovastanyára, ott lovagolhatnak a gyerekek. Elvonatoztunk Kiskunfélegyházára, hogy nyílt terepen is tudjunk egyet strandolni, illetve elbicikliztünk a Csillagösvénybe, és ott is voltak programok, meg maga a biciklizés is egy nagy élmény volt. Ezen felül pedig itt a sportcsarnokban sportos programjaink vannak. Van ilyen szabadfoglalkozás is, amit most láthatunk. Van ugrálóvár, amit a város ajánlott fel nekünk, és ezt nagyon köszönjük az önkormányzatnak. Úgyhogy körülbelül így állnak össze a programjaink. És 30 gyerek van. Itt van egy pár nagy csoportos korú gyerek, aki most kezd az iskolás, és a többiek azok alsós tagozatos gyerekek, többnyire másodikos, harmadikos gyerekek, de az úszástudásuk így is nagyon különböző. 3 csoportra vannak szét szintezve, és ez alapján tanítom őket. És így péntek lévén már egyébként nagyon szép szintre jutottunk. Sokat tanultak a gyerekek úszásból, van, aki meg is tanult úszni. Hogy érzed magad ebben a táborban? Mit csináltatok a héten? Mi volt a kedvenced? Az, amikor tegnap strandon voltunk, az volt a kedvencem. Mit csináltatok még? Hát játszottunk, úsztunk, fürdöttünk, sok mindent csináltunk. Te tudtál már úszni, amikor ide érkeztél? És jól ment a tanulás? Hogy érezted magad ezen az úszásoktatáson? Jól. Jól éreztem magam. Miket tanultál? Békaláb, meg sok mindent. Jó. Okay. Ha lesz ilyen, következőleg is szeretné jönni? Igen. Hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Először vagytok egyébként itt? Hát én már másodjára. Én úgy emlékszem, hogy harmadjára. És jól érzitek magatokat? Igen. Én is jól érzem. Mi volt a kedvenc programotok a héten? Hát nekem is minden, főleg a strand. Én is szeretem mindent, de nekem az Csillagösvény volt a legjobb. Vagy mennyit úsztatok a héten? Ti már alapból tudtatok úszni, vagy úgy érkeztetek ide, hogy még nem? Én már alapból tudok úszni. Én még nem tudtam. Nem tudok. Azért sikerült megtanulni. Igen. Jó. Barátokat is szereztetek itt egyébként, vagy ismeritek egymást? Ismerjük egymást már. Igen, ismerjük. Jól összebarátkoztatok itt a többiekkel is. Igen, igen. Hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Jól. Nagyon jól, és örülünk, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt vagyok. Én is nagyon jól érzem magam. Mit csináltatok ezen a héten? Mi volt a kedvencetek? Hát nekem az összes, amit ma csináltunk, a héten csináltunk. Nekem is az összes. Ugye úszni is tanultok ezen a héten? Igen, én már megkaptam az első oklevelemet. És te?
Én is szeretek úszni, de én amúgy járok úszásra. Még mindig ilyen kis kabcsokat kapok. Aha. Be van festve, és jó. Hogy érzitek magatokat itt a táborban? Na, szuperen. Miket csináltatok a héten? Hát mentünk vonatozni Félegyházára, és a Csillagösvénybe is mentünk, és hát ennyi. Mi volt a kedvencetek a héten? Nekem az ugrálóval. Nekem minden nagyon tetszett. Nem. Akkor szeretnétek majd még jönni máskor is? Igen, igen. Hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Jól. Én nagyon jól. Miket csináltatok a héten egyébként? Játszottunk. Néha volt csendes pihenő is. Igen. Aztán ugye voltunk vonatozni Félegyházára, strandra. Csillagösvénybe is? Igen. Igen. Hogy tetszett nektek a csillagösvény? Nagyon jó volt. A kerítésesbe mentünk először, mert az könnyebb egy kicsit. Igen. Ugye úszni is tanultatok ezen a héten, ez hogy tetszett nektek? Jó, jó volt. Nekem is nagyon jó volt. Tudtatok már egyébként úszni, vagy itt tanultatok meg? Én már tudtam, mert jártam külön is úszni. Én itt tanultam meg. Hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Hát jól. Jól. Mit csináltatok? Mi volt a kedvencetek egyébként? Ugye a csillagösvény, a kunytorgoló vastag, meg amit ugye csináltunk a héten. Nekem minden. Csak a csillagösvény nem nagyon, mert mindkettőbe eltévedtem. És úszni? Itt jó volt? Ha megtanultatok alapokat, nem tudom, hogy tudtatok-e már egyébként úszni? Igen, tudom úszni. Igen. De jó volt itt az uszodában lenni. Igen, nagyon jó volt úszni. Hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Mit csináltatok a héten? Hát voltunk a csillagösvénybe, ott jó volt minden, ott bicikliztünk is, meg úszunk is, meg vonatoztunk is, meg minden jó volt. Elmentünk a Kiskunfélegyházai strandra tegnap csütörtökön, ott a bombákat is lehetett ugrani a mély vízbe, a kicsi vízbe is lehetett jégkrémet vásárolni. Én nagyon fáradok mostanában, úgyhogy ma várom a holnap reggelt. Köszönöm. Pihenhessek. Hogy érezted magad? Hogy éreztetek magatokat? Jól. Mi volt a kedvenc programod ezen a héten? Minden. Minden? Nagyon tetszett? Az úszás is? Igen. És hogyha máskor is van ilyen lehetőség, akkor jöttök? Igen. Katasztrófavédelmi híreket hallhatnak a következőkben. Július 23-án Kistelegen lángolt a zajnövényzet. A Tóai utca végén csaptak fel a lángok, melyek a forróságban és a szélben rendkívül gyorsan terjedtek tovább. Szegedről, Csongrádról, Kistelekről, Szentesről és Hódmezővásárhelyről is érkeztek hivatásos tűzoltók. Munkájukat a Balázscsai, a Csengelei és a Kisteleki önkéntes tűzoltók segítették. Több mint 50 tűzoltó küzdött a lángokkal, a hőségben és a füstben. A tűz a közeli lakott területeket is veszélyeztette. A lakóépületeket megvédték a tűzoltók, de egy melléképület, egy pótkocsi és egy utánfutó is elégett. A munkálatokat egy erőgép is segítette. Több órás beavatkozás után az egységek megfékezték a lángokat, személyi sérülés nem történt. Egy autómotorterre lángolt július 24-én az M5-ös autópályán Kisteleknél. A Kisteleki Katasztrófa Védelmi Őrs Egysége, valamint a Csengelei önkéntes tűzoltók végezték el a beavatkozást. 500 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete július 24-én este Balázscsánál. A Kisteleki és a Szegedi Hivatásos, valamint a Balázscsai és a Kisteleki önkéntes tűzoltók közös erővel folytották el a lángokat. Egy autó és egy kis busz garambolózott július 24-én éjjel az M5-ös autópályán Kistelek közelében. A Kisteleki és a Szegedi Hivatásos tűzoltókat riasztotta a főügyelet, az egységek áramtalanították a járműveket. Ketten sérültek meg, a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozás volt érvényben. Egy hulladéklerakó gyulladt ki hétfőn délután Felgyőn. A lángok egy közeli csarnokra is átterjedtek, a tűzesethez a Csongrádi, a Szentesi, a Szarvasi, a Szegedi, a Makói, a Kunszentmártani, a Hódmezővásárhelyi és a Kisteleki Hivatásos tűzoltók vonultak ki.
Több mint 50 tűzoltó oltotta órákon át a lángokat. Munkájukat a Balázsai és a Csengelei önkéntes tűzoltók is segítették. A védekezésben egy erőgép is részt vett. A tűz két teherautóra, munkagépekre és a környező szemétbálákra is átterjedt. Este 10 óra után határolták körül a lángokat. A tűz esetben senki sem sérült meg.